2020-ban már az 1100 tonnát is meghaladta a búzaadomány mennyisége a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében. A gazdálkodók által felajánlott terménnyel közel 100 000 határon inneni és túli magyar gyermek és család mindennapi kenyeréhez tudnak hozzájárulni. Trianon után a magyarság nem országhatáron belül kezdett el gondolkodni, hanem egy nemzetben. A programról a Keszthelyi Városi Ünnepségen Süle Katalin, az Almegyei Gazdakörök Szövetségének elnökasszonya elmondta, a gazdáknak a 15 millió búzaszem program azt jelenti, hogy minden magyar egyszerre ünnepel augusztus 20-án, éljen bárhol is a világban. Úgy fogalmazott, az ünnep üzenete az, hogy egy kenyéren vagyunk. Ópusztaszeren augusztus 6-án zajlott a Magyarok Kenyere program búza összeöntő ünnepe. Ezen az ünnepen nem csak a 19 magyar megyei gazdaszervezet vitte el a búzáját, hanem elhozták a határon túli gazdaszervezetek képviselői is a búzát, amit az ott élő gazdatársak felajánlottak. Összeöntöttük ezt a búzát, és ebből a búzából hoztuk el azt a mennyiséget, amiből ezek a kenyerek elkészültek. Süle Katalin köszönetét fejezte ki Király Lászlónak, aki minden évben figyelmet fordít arra, hogy az összeöntött búza külön őrlésre kerüljön, és azt eljuttatja Buzsáki Ferencnek. Neki is köszönetet mondott az elnökasszony, hogy mindig megsüti a magyarok kenyerét. Azt a magyarok kenyerét, amihez az egyéb alkotó elemek is mindannyiunk szívéhez közel áll, hiszen a vizet, azt hagyományosan a Tisza forrásáról, Kárpátaljáról hozzák a gazdatársak, a só Erdélyből érkezik Parajdról, a kovászt pedig minden évben egy határon túli gazdatárs juttatja el hozzánk az összeöntés ünnepére. Az idei évben Délvidékről érkezett a kovász. Tehát, hogyha erre az asztalra nézünk, akkor joggal mondhatjuk azt, hogy a Magyarok Kenyere program 15 millió búzaszem nemzeti programmá vált, és hirdetjük azt nagyon nagy szeretettel, hogy egy kenyéren vagyunk. Az ünnepség végén Süle Katalin, Nagy Bálint és Maninger Jenő felszeletelték a kenyereket, melyekből mindenki kaphatott kóstolót.